Öt kábítószerkereskedőt fogtak el a rendőrök egy nagyszabású akcióban több Pest megyei településen. A készenlétiek és a megyei főkapitányság egységei 25 autóval összesen 50-en csaptak le a gyanúsítottakra, Dunaharasztiban, Dunavarsányban, Taksonyban és Ráckevén. Speedet, marihuánát, kokaint, hasist, valamint gáz- és riasztófegyvereket találtak náluk. Az üggyel összefüggésben 6 másik férfi ellen is eljárás indult kábítószerfogyasztás miatt. A dílereknek kábítószerkereskedésért kell majd felelniük.